Kedves nézők, sokan és sokszor kérdezték és kérdezgetik még mindenfelé ma is, hogyha létezik, van anyák napja, akkor miért nincsen apák napja? Hát örömmel mondhatom, hogy kérem szépen, van. Az Egyesült Államokban kezdeményezték annak idején először az apák megünneplését, még a 20. század elején a nyugat-virginiai Fairmont templomában. Aztán 1908. júniusában tisztelegtek először Hát mondhatom azt, hogy kisebb tömeg előtt az apáknak, majd aztán 1909-ben a megemlékezés természetesen már túlnőtt a templom keretein, és így az első úgymond igazi apáknapja 1910. június 19-én volt Spokenben. 1916-ban aztán az akkori amerikai elnök Woodrow Wilson is ott részt vett ezen a bizonyos apáknapi ünnepségen. Amikor aztán a, ez a nap, már mint az akkori apák napja, nagyon-nagyon széles körben elterjedt, és végül is hivatalosan az ünnepet 1972-ben az Egyesült Államok akkori elnöke, Richard Nixon ismerte el, és törvénybe is iktatták az apák megünneplését. Hát ma már nem túlzás a világ számos helyén, mondhatom világszerte. Minden év júniusának harmadik vasárnapján köszöntik az édesapákat, nagypapákat, te nyugodtan hozzátehetem keresztpapákat is, hogy nálunk Magyarországon is éppen június harmadik vasárnapján de hát mondtam hogy világszerte, mert nem tudom, Argentinától akár mondhatom azt is, hogy Zimbabvéig mindenhol van apák napja. Hát legkorábban február 23-án, mert hogy mindenhol más-más időpontban tartják, ez Oroszországban van. Aztán ez egyúttal éppen az oroszországiaknál katonai ünnep is. Legkésőbben pedig Tajföldön, december 5-én, méghozzá a király születésében, napján van apák napja, és szinte minden évszakban van ezek szerint, ahogy sorolom. Talán, talán tavasszal van legtöbb Európában, nyáron aztán például Vietnámban, meg Tajvanon van, vagy éppen Brazíliában is. Szóval szinte mindig és mindenhol a világ több mint 60 országában. Az apák napja alapvetően persze világi ünnep, de a katolikus naptárban március 19-én, Szent József napján tartják. Hát nálunk a hagyomány korán sem olyan régi, mint például az anyák napja, hiszen itthon Magyarországon csak 1994-ben indított mozgalmat az Borsod megye, United Way, az Apák Napja Magyarországi Meghonosítására. Hát ez Miskolcon történt. Aztán az utóbbi években persze a kereskedők is alkalmazkodtak mindenféleképpen az ünnephez, mert hogy ilyenkor leginkább a műszaki cikkeket keresik és hát talán-talán a vásárlások is fellendülnek, hát most függetlenül attól, hogy éppen milyen járványhelyzet van, de azt hozzá lehet tenni, hogy azért most már nem csak a mozik meg a futballstadionok nyitnak, hanem természetesen az áruházak is. Mindent összevetve ezen a napon általában ajándékokat is adnak az apáknak, és ha lehet ilyenkor, mondom még egyszer, június harmadik vasárnapján, akkor a család is együtt van, természetesen a mostani szabályoknak megfelelően, akár akármerre is kirándulnak, vagy ha kimozdulnak otthonról. És persze vannak vicces gyerekek, akik már korábban, május 19-én is köszöntik az édesapákat Ivó névnapján.